Egy csatorna, ahol bepillantást nyerhetsz az esküvők világába, a szervezéstől a levezénylésig. Az egyik legkedveltebb és legtapasztaltabb régi motorossal, akarom mondani esküvőszervező, ceremóniamester, szertartásvezetővel, Herendi Gáborral. Egy csatorna, ahol mindent megtudhatsz az esküvőkről, ötleteket meríthetsz és interjúkat hallgathatsz tapasztalt esküvői szolgáltatókkal, valamint bemutatjuk nektek a legújabb magyarországi esküvői helyszíneket is. Nézzetek bennünket a legjobb és legfrissebb esküvős tartalmakért. Mi veletek vagyunk. Esküvő TV Herendi Gáborral. Együttműködő partner Visual Euro Production. Tökéletes képminőség, hangzás és látvány életetek legszebb napján. Az Esküvő TV adásai is csak Bélizzel indulnak el. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket az Esküvő TV Herendi Gáborral című internetes tévéműsorunk újabb adásában, innen a csodás Industrial Eventsből. Együttműködő partnerünk a Visual Euro Production, én pedig Herendi Gábor esküvő rendező vagyok, ugyanis én esküvőket és nem filmeket rendezek. Mint ahogy animációs kisfilmünkben is említettük, sok hasznos esküvős tartalom mellett bemutatjuk nektek a legújabb magyarországi esküvői helyszíneket is. Akkor most következzen ezek közül egy, aki pedig idegenvezetőnk lesz ezen a helyszínbejáráson, az nem más, mint Jaksa Tímea, az Industrial Events tulajdonosa. Timi, úgy tudom, hogy erre a gyönyörű helyszíre kijöhet a hivatalos anyakönyvezető és összeadhatja a párokat. Igen, egy nagyon kedves anyakönyvezető jár hozzánk. Na akkor nézzük, járjuk le, hogy egy jegyes pár milyen élményekhez jut ezen a gyönyörű helyszínen, azt a mindenit. Wow! Körülbelül hány vendég tud itt helyet foglalni, vagy esetleg állva végigállni egy szertartást? A jelenlegi bekészítésben 25 főre vagyunk beültetve, további 25 kényelmesen, 80-at is be lehet rakni, de 80 főnél én 50 ültetett és 30 álló vendéget javasolnék. Na, fantasztikus. Timi, kérlek, foglalj helyet, és mesélj nekünk egy picit erről a csodás helyszínről általánosságban. Ez a helyszín három szinten található. Az első emeleten van maga a rendezvényhelyszín, ami 300 négyzetméter, abból 230 négyzetméter egybefüggő rendezvénytér. Most a második emeleten, ebben a 90 négyzetméteres szertartás helyszínen vagyunk. A harmadik emeleten pedig a stúdiók termei vannak találhatóak, amelyek szintén tudnak kapcsolódni az esküvőhöz is akár. A rendezvénytérben ültetetten egy vacsorára, tánctérrel, zenekarral esetleg hány főt tudtok elhelyezni? Hát egyszer eltoltuk a széléig egy szilveszteri buliban, az 110 volt, de azt gondolom, hogy 100 fő kényelmesen, hosszú táblaasztaloknál, a körasztalok úgy jobban eszik a helyszínt, ott azért 80 főnél nem terveznék magasabbra. Úgy tudom, hogy ha a mennyasszony úgy dönt, hogy itt készülődne a szertartása, vagy aztán az azt követő vacsorára, tehát haj, smink, ruhával kapcsolatban, több lehetőség közül is választhat. Mesélj erről egy picit nekünk. Igen, azt gondolom, hogy ez az, amitől ez egy nagyon egyedi helyszín, hogy olyan stúdióterek szolgálják ki az esküvőt, amely azt gondolom unikális a magyar piacon. 5 különböző fotóstúdió van itt a rendezvény helyszín fölött, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy a mennyasszony készülődjön, hogy a koszorús lányok itt legyenek, köntöses fotózás és egyebek, illetve van terünk arra is, hogy a vőlegény készülődjön nálunk, és ezt teljesen el is tudjuk különíteni, hogy ne találkozzon az ifjú pár, csak akkor, amikor mindenki felöltözött és készen van. Említetted a vőlegény készülődési helyszínt, hát ilyet még nem is nagyon hallottam. Ott mit találhat egy vőlegény, ha úgy dönt, hogy ő is itt készülődik? Hát igen, az esküvők azért alapvetően mennyasszonycentrikusak, és az, hogy a vőlegény hol készülődik, ezt még így a régi életben az esküvőfotózásból tudjuk, hogy ez egy ilyen nagyon másodlagos történet. Nálunk most egy évvel ezelőtt építettünk egy eredetek bizniszportréra készült termet, ami tökéletesen alkalmas arra is, hogy egy vőlegény öltözzön ott, letisztultabb hátterek, nem az édeskés világ, hanem egy olyan, amiben egy férfi és az ő kiegészítő is nagyon jól mutatnak. Különleges igény esetén PlayStation csocsóasztal bekerülhet a vőlegény készülődő terembe? Azt kell mondjam, hogy annyira nem különleges az igény, tehát hogy volt már itt olyan szülinap, de azt mondjuk így a rendezvény helyszínen javasolnám megvalósítani. És a mennyasszonyi készülődő szobák közül kettőben is láttam ágyat, ha nem akarsz, nem válaszolsz rá, de különleges igény esetén a nász éjszaka elkölthető-e itt?
Hát nem véletlenül vannak nálunk ágyak, úgyhogy furcsa lenne, ha nem válaszolnék, de nem kifejezetten nász éjszakára vannak tervezve. Azt gondolom, hogy a magyar szertartásrend, esküvőrend és szokások nem annyira kedveznek a nász éjszakának. A sokkal gyakoribb nálunk, hogy reggel 6-kor mennek el, de mondjuk, hogyha valaki kéri a fenti helyszíneket, például ha a gyerekek elfáradnak, akkor az egy nagyon jó hely arra, hogy lefektessenek esetleg babysitterrel ott fönt gyerekeket, és maradhassanak a fiatal párok tovább. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és rengeteg boldog párt kívánok nektek. Veletek együtt várjuk őket. Köszönöm szépen. Ennyi fért bele mai adásunkba, de ha tetszett, kövessetek minket Facebook és Instagram oldalainkon, illetve a YouTube csatornánkon, ahol az összes korábbi adást is visszanézhetitek, illetve hamarosan jövünk további új részekkel, tartalmas beszélgetésekkel, kiváló szolgáltatókkal az esküvők világából, és mindezt tesszük értetek, kedves jegyespárok, mert mi veletek vagyunk. Sziasztok!